Thank <laughs> <laughs> you. Tisztelt Hölgyeim és udaim, kedves vendégeink, köszöntöm Önöket a Jéngudál Intézet és a Hajdóbihar Vádmegyei kereskedelmi és Iparkamara közös rendezvényén. A rendezvény során a hasznos utazás témakörét járjuk körül, eseményünk címe ne csak néz, lás, Hogy mit is jelent ez pontosan, több erőadónk is körbejárja, bemutatja, mik a tapasztalataik a hasznos utazás és a látás tapasztalás témakörében. Mindenek előtt megkérem Katiné Juhász Ildikót, a Hajdubiharbármegyei Kereskedelmi és Iparkamara vidéki alelnökét, tartsa meg köszöntő beszédét. Nagy tisztelettel és örömmel köszöntöm a megjelenteket. Természetesen a Hajdubihar Vármegyei Kereskedelmi Siparkamara és, és a Jane Goodall Intézet együttes nevében, vagy a vezetéseinek a nevében. Úgy gondolom, hogy az öröm annak szól, hogy elköteleződés mutatnak a jelenlévők a témai rend és a tisztelet is ennek, hiszen úgy gondolom, hogy mindaz a téma, ami a mai nap folyamán felmerül, a mindennapjainkba is be kell, hogy épüljön. A jelenlévőknek Jane Goodall életét, pályáját, munkásságát nem hiszem, hogy be kell mutatni, de engedjék meg, hogy néhány területet mégis kiemeljek, hiszen az ő személyisége minnyájunk számára én úgy gondolom, hogy nagyon inspiráló lehet. A csimpánz kutatásai jól tudjuk, hogy az evolúcióval kapcsolatos tudásunk bővítéséhez járult hozzá. A természetvédelem, a környezetvédelem területéről szintén nem kell mondanunk, éppen csak felvillantjuk ezt a témát, hogy mennyire fontos volt számára, és ezen belül is az állatvédelem, ami manapság én úgy gondolom, pontosan a kiskedvencek terjedésével is egyre komolyabb terepet kellene, hogy kapjon a mindennapjainkban. Az antropomorfizmus elfogadása tulajdonképpen az ő részéről nekünk is megvilágította azt, hogy a csimpánzoknak és más állatoknak is, de elsősorban a csimpánzoknak is lehet egyedi személyiségük, érzelmeik, kapcsolataik. Ez is nagyon fontos. És úgy gondolom utoljára említem, de nem utolsó sorban azt a törekvést, amely az oktatás és a motiválás területén nyilvánult meg. És természetesen az ifjúságra való, való hatását. Ez mind-mind olyan terület, amely manapság egyre nagyobb mértékben szem előtt van, és foglalkozunk is vele. A kutatásainak az eredménye hiszem, és azt hiszem, hogy önök is megtapasztalták, hogy ma már beépült a tudományos világba és a környezetvédelembe is. És milyen szerepet játszik végül is itt a kamara. Én úgy gondolom, hogy a Hajdubihar megyei kereskedelmi és iparkamara, bármegyei most már, teljes mértékben elkötelezett a társadalmi felelősségvállásban. Az elmúlt években akár az egészségügy területét, a szociális területet is említhetem, vagy éppen amikor szükség volt rá a karitatív akcióinkat, a fiatalok felkarolását és segítségét akár a pályaorientációs pályaválasztási témaköreinkben is, és nem utolsó sorban természetesen a fenntartható fejlődés tekintetében egyre nagyobb mértékben a tudatosságra való nevelést és törekvést. Ezért kell kiemelnünk azt a én úgy gondolom nagyon fontos együttműködést, amely az intézettel immár négy éve megvan. Egy kicsit játékos megfogalmazás volt egy kampánynak a címe, a Passzol vissza tesó, de azt hiszem, hogy itt is a jelenlévők tudják, hogy itt tulajdonképpen a használt mobiltelefonok visszagyűjtéséről volt szó. Itt a kamera mindent megtett annak érdekében, hogy itt a helyi szinten is, a megyei központban, illetve a hat területi szervezetben, amely kihangsúlyoznám, hogy egyedi Magyarországon, hogy területi szervezeteink is vannak. Külön gyűjtőpontokat állítottunk fel, és ami nagy öröm volt, hogy igen színvonalas rajzpályázat, és a gondolataikat is kiválóan megfogalmazó fiatal pályaművek születtek, irodalmi pályázat tekintetében. Természetesen megszólítottunk óvodákat, iskolákat, vállalkozókat, tehát úgy gondolom, hogy az a figyelemfelkeltés, az az érzékenyítés, amely ehhez a témához kapcsolható volt, az sikeres volt és hatékony. De feltehető a kérdés, hogy mit is tartalmaz ez a rendezvény cím, hogy ne csak láss érez. Hogyan kapcsolódik tulajdonképpen a kamara? Elhatározása, szándéksorozata, hiszen minden nap valami szándék, ami vezérel bennünket, és hogyan kapcsolódik a névadó munkássága és a hasznos utazás? Nem tagadhatjuk, hogy Jane Goodall életét teljes mértékben meghatározta az utazás, hiszen mindenféle kutatásához nagy távolságokat kellett megtenni. Igen ám, de ő nem hétköznapi módon közelítette ezt meg, hanem végül is egy olyan modern segítségével, amelyet mi most úgy fogalmazunk meg, hogy hasznos utazás, illetve fenntartható utazás. Hát, hogy kinek mit jelent ez? mindenki ezt természetesen maga dönti el, de neki azt jelentette, hogy egy felelősségteljes, pozitív hozzáállású gondolkodással nézzünk a világra, illetve azt jelentette, hogy ahova megyünk, ott a természet és a környezetvédelem olyan mértékben hasonl ránk, hogy mi arra vissza negatív hatással ne legyünk, és azt a kultúrát is mértékben tiszteljük, amely tulajdonképpen befogad bennünket egy utazásunk alkalmával. Az utazás tulajdonképpen Tulajdonképpen egy nevelési szándékkal fogta fel, és így is élt és éli is a mindennapjait. Néhány összefüggést szeretnék itt felvillantani, amit valószínű megint a jelenlévők ismernek és tudnak. A kutatásai a vadonban természetes dolog, hogy komoly utazásokkal járt együtt, de úgy, hogy ott a természeti környezet maximális figyelembe, figyelembevételével történtek ezek a dolgok. A környezetvédelem előmozdításában mindenképpen szintén a sok utazással együtt járó mindennapok voltak, viszont olyan fenntartható és jó gyakorlatokat gyűjtött össze, és későbbiek folyamán ezt megosztotta, amely szintén nevelő hatással volt nem csak a környezetre, hanem a későbbiek folyamán más programokra is. Ha a kulturális érzékenyítést és együttműködést veszem, akkor itt azt hiszem, hogy jó példának az életéből a tanzániai közösségeket kellene felhoznunk, ahol kimondottan olyan tevékenység valósult meg, amely bebizonyította, hogy a helyi közösségek és tulajdonképpen a környezetvédelem egy külső, tulajdonképpen oda menő környezetvédelmet is tiszteletben tartó és abba az irányba elmenő közösség is együtt tud élni és kölcsönös együttműködéssel pozitívan tudnak hatni egymásra. És ez összefüggések sorában itt is kiemelném az oktatást és a környezet hiszen élete folyamán a világ szinte minden táján beszélgetéseket, fórumokat, előadásokat szerveztek, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy olyan programokat indítottak, amely a fiatal generációk számára kiemelten fontos, és ezeket a témákat felülelik és B. még fontosabbá teszik a fiatal generáció számára és mindez a fenntartható fejlődés szempontjait vette figyelembe. Tehát mit értünk mi fenntartható fejlődésen? Ezt halljuk a médiában, gyakorlatilag használjuk a mindennapokban. Tehát nagyon precízen akarjuk megfogalmazni, akkor egy mondattal ezt megtehetjük, aminek az a lényege, hogy a jelenlegi generációk szükségleteit kielégítsük anélkül, hogy veszélyeztetnénk a jövő generációk képességét a saját szükségleteik kielégítésére. you <laughs> Ez nem túl bonyolult, igen ám, csak rengeteg olyan alapelv tartozik hozzá, ami már összetettebbé teszi ezt a kérdést. Ha belegondolunk abba, hogy a gazdaság, a társadalom, a környezet, az ökológia, a társadalmi fenntarthatóság hogyan és milyen módon függ úgy össze, hogy egymást tiszteletben tartsák, akkor már nagyon sok kérdést föl lehet tenni. Súlyos gondolatok vannak ezek mögött, súlyos problémák világszerte. Éppen ezért van szükség arra, hogy akár az intézettel, Akár más szervezetekkel úgy működjön együtt a kamara, hogy ilyen témákban is érthető, értelmes, a továbbiakban is felhasználható információkat tartalmazó előadások és programok szerveződjenek. A mai rendezvény, mint ahogy el is hangzott, az utazással foglalkozik. Az utazás úgy gondolom, egy átlagember számára kikapcsolódást jelent meglátogatni egy várost, egy tengerpartot, élménygyűjtés felfedezést. A kiváló előadóink azon ezen túlléptek. Ők már úgy utaznak, hogy hasznosan utaznak, az eddigi gondolatokat, amit említettem, elmélyítve, mégpedig úgy, hogy a meglátogatott közösségekbe örömöt, szeretetet, reményt és motivációt is visznek. Ez pedig. Vélhetően úgy teszik meg, mint ahogy Jane Goodall is megfogalmazta, hogy minden egyes ember tehet a változásért minden egyes nap és minden egyes percben. Ha megengedik, én még szenek a gondolataival, szeretném ezt kiegészíteni. Aki azt mondta, hogy úgy éj, és úgy jár az utad, hogy alakítsd ezt a rossz világot. Ráfér az, mert akárhogyan jobbul is, jobb lesz azáltal, hogy önmagadat hozzáadod. Én köszönöm az előadóknak, hogy önmagukat már hozzáadtak ehhez a világhoz, és abban pedig biztos vagyok, hogy olyan információkat, tapasztalatokat, és gondolom, hogy még tanulható dolgokat is fogunk ma hallani, amelyekkel mi is gazdagodunk, és talán ezzel mi is jobbá tehetjük a mi saját kisebb és szűkebb világunkat. Köszönöm szépen, és nagyon kellemes szórakozást is kívánok az előadásokhoz. Felkérem Virág Rétát, a Közel Afrikához Alapítvány önkéntesét, tartsa meg Connection Tour Ruanda és Mali című előadását. Beszéljenek kicsit nekünk arról, hogy Afrika szépségein túl az ott lakó népek, emberek, az velük való kapcsolata milyen, hogyan éri meg ő az Afrikával való kapcsolatát, és milyen ezek a kapcsolatok, mély kapcsolatok, összeköttetések. Jó napot kívánok, sziasztok! Uh, igen, Virág vagyok, a Közel Afrikához alapítvány önkéntese, és nagyon uh, szeretnék beszámolni, hogy hogyan utazunk mi Afrikában, és milyen lehetőség van esetleg uh, rajtunk keresztül utazni Afrikába, hiszen kapcsolódnék az elhangzottakhoz, és nagyon-nagyon fontosnak tartom az utazás során, pláne Afrikában a fenntarthatóság szempontját, de emellett a másik kulcs szó szerintem a kapcsolódás, és ezért is a Connection Tours, azaz kapcsolódási túrát nevű programunkat szeretném bemutatni. Bele is vágnék akkor. A mi alapítványunk Afrikán belül két országban működik, Maliban és Ruandában, és ezek teljesen más országok. Ahogy a térképek mutatják is, egyrészt földrajzilag nagyon messze vannak egymástól. Mali nyugat-afrikában található, Rwanda pedig közép-afrikában. És a térképeken is jól látszik, hogy teljesen más a geográfiai képük is. Mali egy szavannás, sivatagos terület, Rwanda pedig az hát egyenlítőhöz fekszik közel, és ebből következően teljesen más a két országba utazni. Úgyhogy ezt szeretném most részletezni. És először Malival kezdenék, hiszen innen indultunk. Az alapítvány megálmodója Mori bamako Bamakóban a Szentfél nyomor negyedben tanított, és az ő ötlete volt az alapítvány létrehozása. Hiszen Maliban az oktatási rendszer jelentős kihívásokkal küzd, az állami rendszerben súlyos problémát okoz, hogy nagyon nagy létszámú osztályok működnek, 150-200 fős osztályok, illetve nagyon gyakoriak a tanársztrájkok, ezért nehéz a gyerekek iskoláztatásának a megoldása. És azért tulajdonképpen a gyermektámogatás ötletével indult az alapítvány, ami azt jelenti, hogy magániskolákba uh, juttatjuk el a gyerekeket, amik uh, helyi közösségi uh, szerveződéssel indultak, és magyar támogatók gyakorlatilag um, örök befogadnak, így is szoktuk mondani, vagy uh, um, kiválasztanak egy támogatandó gyermeket, akinek végigkísérik a tanulmányait, és egy havi 5000 forintos összegből fedezni tudják a teljes tandíját, adott esetben az egyenruháját, az étkezését. És hát annyira nagy sikere volt ennek a programunknak, ma már több száz gyerek jutott el iskolába, hogy aztán az alapítvány egyre nőtt és nőtt. Itt látható a Sheriff iskolánk. És így pedig szeretném bemutatni, hogy innen indultunk, ezen fél nyomornegyedből, jól látszik, hogy igen rosszak a körülmények, gyakorlatilag egy um, szeméttel egybefolyt mocsár határolja ezt a városrészt, és uh, innen jutottunk ide, a Séri Fula iskolához, um, amit pedig garantálunk még a gyermektámogatási projekttel ez pedig az, hogy természetesen a támogatók felé rendszeresen megküldjük a bizonyítványokat, tájékoztatjuk őket, hogy hogy haladnak előre a gyerekek, illetve évente kiutazunk Maliba, és meglátogatjuk ezeket a gyerekeket, meginterjúvoljuk őket, meggyőződünk arról, hogy valóban jól haladnak, és erre majd szeretnék visszatérni, hiszen a kapcsolódási túra során lehetőség van arra, hogy esetleg a támogatók is meglátogassák a gyerkőt Emellett pedig természetesen folyamatosan fejlesztjük az iskolákat, hiszen erre is szükség van. Itt például egy pad projekt látható, ahol magyar családok fogtak össze, és segítettek abban, hogy ne téglákon kelljen tanulni a gyerekeken, és egy személyes üzenetet is hagyhattak a padon. Jobb oldalon pedig egy kisfiú látható, aki éppen átveszi a tankönyveit. Um, illetve a Sérifula iskolából kiindulva tovább terjesztettük ezt a programot, és a Bamako melletti egyik gyakorlatilag bozótosban lévő, még szegényebb körülmények között lévő győztesek iskolájának a fejlesztésébe fogtunk bele. Egy számítógéptermet is sikerült megépítenünk és ahogy nőttek a gyerekek, természetesen eljutottak a gimnáziumig és az egyetemig, így az ő támogatásukat is folytattuk. Most már olyan egyetemistáink vannak, akik magyar állami vagy magántámogatói ösztöndíjat tudnak Maliban magánegyetemen tanulni, ami óriási jelentőségű, hiszen a munkaerőpiacon ezáltal sokkal jobban tudnak érvényesülni és oktatáshoz jutni. És mielőtt beindítanám ezt a videót, ahol megmutatnám, hogy milyen egy családlátogatás a mali fiataloknál, fontosnak tartom elmondani, hogy egyrészt ez a gyermektámogatási program úgy működik, hogy nem pénzt osztunk, hanem valójában ezáltal tanulási lehetőséget. És a gyerekek egyébként annak örülnek a legjobban, hogy meg ö, tapasztalhatják a tanulás értékét, és előre juthatnak illetve az az alapítvány motója, hogy megismerni, megérteni, segíteni. Nagyon fontos, hogy mindent helyi partnerszervezetekkel együtt végzünk. Morisandinak évtizedes, most már évtizedes helyismerete van, és minden programot a helyiekkel együttműködve dolgozunk és szervesen építkezünk. Azóta egyébként most már hét egyetemistát támogatunk, és velük egyébként napi kapcsolatban vagyunk, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, nagyon-nagyon ügyesek, és például engem személy szerint rendkívül motivál, amit ők elérnek, és ahogyan hozzáállnak a tanuláshoz. A mellett pedig van egy másik programunk is. Ennek a lényege az, ezt a Hungary Helps ügynökséggel együttműködve valósítjuk meg, hogy Maliból Magyarországra érkeznek tanulók, hogy itt folytassák az egyetemi tanulmányaikat. A gyerekek mellett pedig a másik terület, ahova kapcsolódunk a lányok, a lányokkal úgy kezdtünk el foglalkozni, hogy eh, ahogy nőttek a lányok, cseperettek, egyre inkább szembesültünk vele, hogy komoly eh, társadalmi és egészségügyi kihívásoknak vannak kitéve. Ezek közül talán a legsúlyosabb a női nemi szervcsonkítás, ami ártó ártószokás és a sajnos a mai napig a világon sok helyen nem csak Afrikában, de Maliban kivált kép jellemző, hogy gyakorolják még ezt a szokást, és szintén helyi partnerekkel, vagy egy helyi partnerszervezettel együtt működve próbálunk ez ellen hatni. Um, és ezzel összefügg a jelenleg legaktuálisabb projektünk, a House of Hope nevű projekt. Szeretnénk egy uh, nőközpontot építeni, ami uh, menedék és oktatási központ lenne uh, egyben. Uh, Januári Bamakói útunk során ezt is lehetőségünk lesz megtekinteni, hogy miként halad az építkezés. És itt szeretném megadni a lehetőséget, hogy elmondjam, hogyha esetleg érdeklődnek, és majd kint a standunkat megtekintik, akkor... Um, bármit, amit adományként megvásárolnak, teljes összeggel a House of Hope nevű projektünkre fordítódik. És most átérnék Ruandára, ez a másik ország, ahol dolgozunk. Ide is kiterjesztettük a gyermektámogatási projektünket három iskolába, és innen indult el a Connection Tour nevű programunk. Itt látható az egyik iskola, illetve már sikerült kézmosó is létrehoznunk. Itt pedig az első csapat, a teszt csapat, akik részt vettek ezen a kapcsolódási túrán. Ruandáról azt kell tudni, hogy még Maliban a biztonsági helyzet nem túl jó, addig Ruandát az egyik legbiztonságosabb afrikai országnak mondják, illetve az egyik legtisztább ország. Egyébként emellett hívják még ezer dombországának is, illetve Afrika Svájc uh, becenevét uh, Svájca becenevet is megkapta, uh, hiszen a fővárosa Kigali uh, gyakorlatilag egy ultramodern város, nagyon nagy infrastruktúrális fejlesztéseket hajtottak végre, nagyon fontos a fenntarthatóság a ruandai vezetés számára, például a műanyagokat, a nem lebomló műanyagokat teljes mértékben kitiltották, nem is lehet behozni az országba. Nagyon gyorsan fejlődik ez az ország, ez a város és gyakorlatilag egy, egy csillogó városképet mutat. Viszont ezzel szemben a vidéki részeken az emberek többsége még mindig hát a létminimum alatt él, gyakorlatilag áram, gáz, víz nélkül, ezért van szükség arra, hogy Ruandában is dolgozzunk. Egyébként ezek a képek mind egy ilyen connection e, tour alkalmával készültek, hiszen szafarizni is volt a csapat, és látott zsiráfot, zebrát, krokodilt, antilopot, e, leopárdot, e, nagyon-nagyon sok állattal találkoztak. És most térnék rá a lényegére az előadásnak, hogy miért jobb részt venni ezen a túrán, nem csupán turistaként, hanem egyben önkéntes, humanitárius utazóként is. Például azért, mert meríthetünk olyan tapasztalatokból, mint az, hát az Ubumuntu megtapasztalása, ami lényegében egy fogalom, egy szellemiség, ami áthatja a ruandaiak életét, és ez valami olyasmit jelent, hogy embernek lenni, emberségesnek lenni, de van egy olyan olvasata is, hogy azáltal válunk emberré, hogy másokra figyelünk, másokon keresztül válunk emberré. És nagyon érződik a mindennapjaikban ez a féle ö, empátia, ö, humános ö, megközelítés. Ö, és így tehát, akik voltak ezen a most márciusi kapcsolódási túrán, mind arról számoltak be, hogy fantasztikus élményt adtak nekik a ruandai emberek. Például a jobb kép, oldali képen látszik, hogy bevonták őket egy misébe, ahol együtt táncoltak és énekeltek illetve például baloldalt egy helyi önkéntesünk látható, aki amellett, hogy önkéntes tevékenységével segíti a gyerkőcöket, és működik együtt az alapítványunkkal, gyakran pénzügyi áldozatot is hozva segíti a gyerekek tanulását. És bocsánat, visszatérnék még, mert szeretnék elmesélni egy történetet, hogy miért jó az emberekkel beszélgetni Ruandában. A csapat egyik nap az utcán sétált, és találkoztak egy versgyógyítóval, és hát kipróbálták, hogy mi az a szolgáltatás, amit ő nyújt. És ez a versgyógyító egy szerelmes verset mutatott, azzal próbált meggyógyítani, és azt mondta, hogy azért ezt a verset választotta, mert a ruandaiaknak fontos, hogy az odaérkezők megszeressék az országot, és hogy felhívják a figyelmet a szociális élet és a társas kapcsolatok fontosságára. Illetve azt is uh, megemlíteném, hogy például Ruandában működik az úgynevezett Umuganda program, aminek a lényege, hogy minden hónapban a ruandaiak egy napra um, elcsendesednek, és uh, közösségi munkára fordítják az idejüket, és az ország növekedéséért um, dolgoznak. <coughs> Bocsánat. És természetesen uh, fontos azt is kiemelni, hogy Ruanda azért tud ilyen intenzíven fejlődni, és azért ennyire fontos számára, mert 1994-ben egy kegyetlen népírtás zajlott ott, és azóta gőzerővel dolgoznak az újjáépítésen, illetve talán az Ubuntu fogalma még inkább felértékelődött. Itt látható egy helyi iskolánk, a Connection Tour részeként az utazóknak lehetőségük van ellátogatni a partneriskolánkba, beszélgetni a gyerekekkel, közös foglalkozásokba bevonódni. És igazából ezeket a programokat úgy szervezzük, hogy minden utazó találjon neki testhez álló. Feladatot. Például volt ilyen, aki kreatív foglalkozást tartott, volt ilyen, aki sportversenyeket e, szervezett, volt, aki inkább a beszélgetésbe kapcsolódott bele. De az egyik fénypontja az volt az utazásnak, hogy az első mentorprogramunk tagjai találkozhattak egymással. A jobb alsó képen Claude látható, akikre nagyon-nagyon vagy akik büszkék vagyunk, ő vízmérnök e, szeretne lenni és az egyik önkéntesünk segítette az ő fejlődését, hogy eljuthasson idáig. Egyébként Claude is az Ubuntu Binta példája, hiszen ő is például vizet hord az időseknek, vagy adott esetben saját költségére becsatlakozik kút projektekbe is. És nagyon megható volt ez a pillanat, illetve amikor utólag beszélgettünk erről az útról, mindenki azt mondta, hogy valójában az iskola látogatás volt az út legélmény teljesebb pontja. Emellett volt lehetőség picit turistásabb, hagyományosabb értelembe vett turista tevékenységekbe is bekapcsolódni, biciklitúrákba, az első romandes képen a kivút tavat láthatták, ott is fürdőzhettek, hajózhattak a csapat tagjai, eljuthattak olyan közösségekbe, ahova egyébként egy turista nem jut el, baloldali képen is egy olyan alulátható, látható, ahol gyakorlatilag még nem járt fehér ember. És egyébként ezen a képen jól látszik, hogy azért olyan nehéz a fejlesztése a vidéki részeken, mert pontosan az ezer dombi jellegéből adódóan nagyon nehéz az infrastruktúrát kiépíteni ezekben az eldugott falvakban, és hát roppant izgalmas a felfedezésük. További pillanatképek Ruandából. A fenti képről eszembe jutott, hogy például Rwanda is kiemelkedő, hogy az egész világon, a, a politikában, Ruandában a legmagasabb a női képviselők száma. Rwandáról tudni kell, hogy a kávé hazája is, ez a legfontosabb növénytermesztési termékük, farmerek, szövetkezetek betömerülnek, a kormányzat is támogatja, és az utazóknak lehetőségük volt arra, hogy nem csak megtekintsék, de ki is próbálják a kávé készítés rejtelmeit. Maliról most már annyit nem szeretnék beszélni, hiszen, ahogy már említettem, januárban utazunk, és erre az útra már beteltek a helyek, viszont uh, még szeretném reklámozni a márciusban induló ruandai útunkat, ahol mint az előbb elmondott programokban vehetnek részt az arra jelentkezők. Um, talán csak annyit említenék még meg Maliról, hogy természetesen amellett, hogy ott is sportversenyeket szervezünk, találkozunk a gyerekekkel. Um, illetve meglátogatjuk az épülő nőközpontot, Malik kultúrájába is belekóstolhatunk. Hogyha valaki érdeklődik, akkor szívesen mesélek a standunknál majd ezekről a képekről, hogy kik azok a dogonok, mi az a bogolán, mit kell tudni Timbukturól, vagy hogy a korahangszer milyen szépen szól illetve még ezt az egy képet megmutatnám, az ö, ö, Mali legfontosabb kulturális fesztiváljáról, ahova szintén ellátogathatnak a kapcsolódási túrán résztvevők. És most már tényleg nem húznám tovább a szót, ö, azt, ha még van arra gyorsan pár szabad percem, akkor azt még elmondanám, hogy emellett van egy társadalmi vállalkozásunk, hiszen egyrészt az adományokból tudjuk finanszírozni ezt a sok-sok afrikai programot, másfelől próbáljuk Afrikát egy picit közelebb hozni Európához, illetve a magyar emberekhez, és egyfajta társadalmi vállalkozásként afrikai anyagokkal csempészünk egy csipetnyi afrikát ruhákba, illetve most már táskákba is, kötényekbe is, ilyesmikbe. És hát, hogyha valaki érdeklődik ez iránt is, akkor a standunknál meg tudja nézni. Ha pedig bárkinek sikerült felkeltanom az érdeklődését Ruanda eh, iránt, és lenne kedve kiutazni nem csak turistaként, de eh, önkéntesként is, akkor nagyon szívesen eh, várom őt is, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathattam az alapítványt, és a connection tour. Köszönjük szépen! Következő előadónktól megkérdezzük, megtudjuk, hogy hogyan tudunk megtanulni utazni. Hogyan tudunk megtanulni utazva tanulni. Amikor megkérdezik az embert, hogy mire vágyik az életben, akkor a legtöbbünknek eszébe jött, hogy igen, szeretném bejárni a világot, és újabb és újabb élményeket megtapasztalni, és amellett olyan dolgokat tenni, ami változást hoz. Szeretném megkérni Hegedűs Dávidot, mondja el, hogy ön... Hogy hogyan jutott el, hová jutott el, és milyen módon. Köszönjük. Oké, okay, szép jó napot mindenkinek. Lehet, hogy mellőzném a mikrofon, nem tudom, hogy lehet-e ilyet csinálni. Ha esetleg így beszélek, azt mindenki érthet, ért, hallja, hátul is. Megpróbálom akkor a mikrofont. Kettő bajom van. Az egyik, hogy felzaklatott egy kicsit Grétának az előadása. Nagyon jó volt. Nem régen érkeztem haza Zambiából, és kicsit jó volt, jó volt, úgymond ezeket az élményeket átélni. A másik meg, hogy utálom a mikrofont. Ugyanis Zambiában csináltunk egy jó pár előadást, és ott kiabálni kell elég keményen. Na jó van. Engem Hegedűs Dávidnak hívnak, és egy nemzetközi szervezettől jöttem, amit a CICD-nek hívnak. Ezt nem bontanám ki, hogy ez pontosan minek a rövidítése lesz, szó benne az előadásról. Általában az emberek, amikor az önkénteskedés szóba jön, vagy az önkénteskedésről beszélünk, akkor van egy elképzelt képük arról, hogy ez pontosan mi. Az, hogy így nagyjából segélyeket adunk másoknak, illetve ilyen-olyan-olyan -olyan -olyan módon próbálunk támogatni különböző embereket. De az igazság az, hogy ebbe sokkal több van. Én az elmúlt három évben, mentem olyan hobóként, csövesként, utazóként, vándorként, és legfontosabb dolog, önkéntesként töltöttem. Megpróbáltam kimaxolni úgy az utazást, illetve az önkénteskedést, és úgy összekombinálni, hogy abból nem ezret szedtem ki, hanem ezer egyet. Úgyhogy ezzel kapcsolatos lesz a prezentációm. Elsőként, amit szeretnék így magamról elmondani, valószínűleg egy páran már ismerhetnek innen, ugyanis az elmúlt egy és fél éven fárasztottam a Facebook közösségét a különböző afrikás önkénteskedős posztokkal kapcsolatban. Viszont akik nem ismernek, azoknak még egyszer Hegedűs Dávid vagyok, és én lényegében csak abba hiszek, hogy az ember úgy fejlődik, hogyha utazik, és visz valamit a világba, tehát nem csak kivesz belőle, hanem hozzá is tesz. Elsőként nagyon fontosnak tartom azt tisztázni, hogy miért utazunk. Ugye nagyon sokan most rámondanák azt azért, mert ki tudunk kapcsolni, kalandozunk, és így tovább. Viszont én megpróbálok ebbe egy pár pontot belerakni, ami személyes tapasztalatból adódó. Az első és legfontosabb, hogy természetesen a kalandok mellett rengeteg izgalomra is van lehetőségünk. Olyan dolgokat megélni, amiket nem biztos, hogy a saját komfortzónánkon belül sikerülne. Jó egyébként a mikrofon? Ok, akkor már megszoktam. Másosorban tanulunk és folyamatosan fejlődünk. Ez szintén nem jöhetne létre, úgy gondolom, megint csak a komfortzónán belül és egy olyan helyen, egy olyan helyszínen, ahol az ember csak reggeltől estig robotol. Nem lenne lehetőségünk olyan mértékű önfejlesztésre, amit maga az utazást tud nekünk adni, illetve maga az út. A tapasztalatok gyűjtése, erről később szeretnék mélyebben beszélni, Pihenés és kikapcsolódás. Azt hiszem, a legtöbb ember emiatt megy el utazni. És itt fontosnak tartom azt megjegyezni, hogy én személy szerint szeretek különbséget tenni az utazás, illetve a turizmus között. Erről is fogok nem sokára beszélni. Új emberek és kultúrák megismerése, ez szintén a legtöbb ember motiválja, illetve ez is egy pont az utazás mellé. És a világunk sokszínűségének a megértése. Ez egy olyan kulcs gondolat, amit nem hiába raktam az utolsó pontra. Ugyanis én abban hiszek szintén, hogy ha az ember szeretné önmagát megérteni, ahhoz nagyon fontos az, hogy szétnézzünk a nagy világban, megértsük az egész világot, majd ez ad egy reflektációt önmagunkra, és abból össze tudjuk azt rakni, hogy ki vagyunk mi, és ami a legfontosabb, hogy mi a mi pozíciónk a világban. Nézzük, hogy milyen utazási lehetőségek vannak. Én ötöt próbáltam ki, ez öt nagy kategória, ez nem azt jelenti, hogy csak ennyi van, de azt tartom a leghitelesebbnek, hogyha azokról beszélek, ami, ami, amiben tapasztalatom van. A hátizsákos és biciklis utazás, ez a kettő majdnem ugyanaz. A Couchsurfing Meetup és társai, Woofing, ezt már valószínűleg többen ismerhetitek, a digitális nomád módszerek, amely pár évvel ezelőtt kezdett populárisabb lenni, illetve amiről már Gréta beszámolt, az önkéntes lehetőségek és programok. Úgy gondolom az összes módszernek vannak előnyei, illetve hátrányai. Én személy szerint ezt kedvelem a legjobban a hátizsákos és biciklis utazást. Ennek az előnyeihez tartozik az, hogy ez egy költségkímélő módszer, ugyanis az ember, amikor beruház egy hátizsákba, illetve alapfelszerelésbe, amivel körbe tudja járni a nagy világot, akkor ott olyan extra költségeket szed le, mint például a szállás, ugyanis a legtöbb utazó, főleg a hátizsákos utazók, azok kint alszanak a szabadba, ez egy külön jó buli tud lenni. Ebből adódóan költségkímélő. Rugalmassá teszi az embert, ugyanis egy pár óra alatt össze szedhető az embernek ahol mi a holmi és A-ból B-be el tud menni, akár vészhelyzet esetén is, ami is sajnos megszokott szokott történni ilyen utakon. Folyamatos kalandozás. Az ember, amikor hátizsákkal utazik, és mivel flexibilis, ezért nagyon sok olyan kalandba részt tud venni, amiben azok nem, akik bérelnek egy adott helyet, egy helyhez kötöttek, egy adott programhoz vagy egy struktúrához kötöttek. Ezek az emberek nem tudnak részt venni olyan izgalmas és mélyebb kalandokba, mint akik a hátizsákkal utaznak önfejlesztési lehetőségek. Amikor az ember egy hátizsákkal megy a világ körül, akkor számtalan emberrel találkozik, számtalan olyan emberrel, akik hozzá hasonlóan gondolkodnak, és mivel rengeteg időnk van a magunk fajtának gondolkozni, tehát sok lényegében a szabadidő. Ezért olyan eszmecseréket folytatunk le másokkal is, amik nem történhetnének meg egy program kereten vagy egy struktúrált rendszer keretein belül felépített opcionál. Illetve a helyi kultúrákat is mélyebben meg tudjuk euh, érteni, és meg is ismerni. Ez azért van így, mert amikor az ember egy felépített rendszer, mondjuk egy önkéntes program, vagy egy önkéntes lehetőség keretein belül utazik egy adott országba, és ott próbálja megérteni a kultúrát, az általában hoz magával egy intervallumot. A programnak az intervallumát, ami egy hónap szokott lenni, vagy hát programtól váltó programtól függő, Viszont amikor az ember hátizsákkal megy, ott muszáj, hogy alkalmazkodjon, és olyan lehetőségeket is elkapjon, illetve olyan lehetőségekkel is éljen, mint a másoknál, a barátoknál vagy a vadidegeneknél való alvás, és ez egy kicsit összép hozza az embereket. A hátrányai az, hogy kényelmetlen, de nagyon. Úgyhogy aki ezt a módszert választja, az készüljön fel arra, hogy nem fog aludni. Ezért szoktuk azt mondani, és lehet, hogy az én fejemen is az van, hogy nem örülök annak, hogy előadást kell tartani. Ennek nagyon örülök, viszont állandóan fáradt vagyok, mert állandóan utazok. Biztonsági kockázatok. Sajnos, ha az ember nem elég felkészült, és talán ezért is hoztam ezt a kis prezentációt, belefuthat ilyen-olyan dolgokba. Itt nem konkrét. Testileg, testi fenyegetettségre kell gondolni, ha olyanokra, hogy az embernek legombolják a táskáját, ellopják az iratait, úgyhogy talán arra kell a legjobban figyelni, ez egy bónuszpont tőlem. Fizikai terhelés, egy hátizsákot el kell tudni vinni, nyelvi akadályok. Ha az ember beszél angolul, az úgy gondolom, hogy nagy előny minden országban, nagyon kevés helyen beszél, nagyon kevés az az ország, illetve az a hely a földgolyón, ahol nem beszélik a nyelvet. Viszont ettől függetlenül mi nagyon elő szokott fordulni. Ugye amikor turistaként elutazunk valahova, nem tudom, hány ember utazott már külföldre, innen, kezeket, akkor elég sokan. Ha nem is beszélnek, vagy beszéltek angolul, akkor is a legtöbb helyen általában az emberek turisztikai helyekre szoktak utazni, akkor ott azért beszélnek angolul, ugye a turizmus miatt. Amikor az ember hátizsákkal utazik, olyan helyeket keres, ahol nem drága a szállás, tehát valahol vidéken, valami porfészekben, ahol csak egy ágy van, általában ez a legjobb, és ott nem nagyon szoktak angolul kommunikálni, úgyhogy ki kell találni az embernek mindenféle kreatív úton, módon történő kommunikációs alapot korlátozott kényelem és szolgáltatások. A legtöbb helyen nagyon olcsón lehet szárás szerezni, ez így magyar forintban, hogyha egy átszámolnám mondjuk ország, ö, ö, szegényebb országokban, akár 1500 forintért meg lehet szállni egy hétig, ez nem vicc. Ez egy nagyon jó dolognak hangzik, viszont az ember készüljön fel bolhákra, illetve ez hasonló kis aranyosságokra. Innentől egy kicsit gyorsítok, ugyanis a hátizsákos utazás volt az alapja mindennek aminek van egyébként egy biciklis verziója, amíg visszaugranék. A különbség a kettő között, hogy az ember ne háti zsákba fektessen, hanem biciklire szerelhető zsákokra, és tekerje körül a világot, vagy amit szeretne. A Couchsurfing Meetup és társai, ezeket én csak úgy szeretem hívni, hogy telefonos alkalmazások, mert az összes az lényegében. Itt lehetősége van arra az embernek, hogy különböző közösségekhez, vagy olyan tudás, nem is tudom, hogy ezt hogy szokták mondani, ilyen tudás exchange, valaki? Senki? Oké. Okay. Tehát, hogy tudásért, illetve szakmai készségekért cserébe meg lehet szállni valahol egy adott országban, egy adott településen, különböző munkákat kínálnak, ezeket elvállaljuk, és lényegében mi utazók szállásért ajárt cserébe biztosítunk egy adott szolgáltatást. Ezekből a telefonos alkalmazásokból, ahol lehet ezeket a lehetőségeket keresni, számtalan van. Úgyhogy én csak úgy fogom hívni, hogy és társai. Az előnyei az, hogy ingyenes a szállás, lokális élményebben lesz az embernek ö, tapasztalata, ugyanis ezek az emberek, akik szállást adnak, minden esetben ö, bevezetik az embert az adott ország kultúrájába, elég mélyen, és ez nagyon jó szokott lenni. Barátságok kialakítása, az esti beszédek a gyárté mellett ugyanis a legtöbb el, általában nem tudom miért, de nincsen áram. Ez nagyon tudja mélyíteni a kapcsolatokat. Tanulás és fejlődés, magunktól is ezektől az emberektől, illetve, ahogy már említettem, a kulturális tapasztalatok. A hátrányai szintén biztonsági kockázatok, sajnos nagyon sok az úgynevezett scam áll hirdetés, ahol átverik az embert, odahívnak, hívnak, lelomolnak, aztán mehetsz a dolgodra. A munka minősége az nem minden esetben szokott jó lenni. Én ezt egy picit megcáfolnám, de muszáj voltam ideírni. Szerintem a legtöbb munka jó és elfogadható. Ez attól függ, hogy az ember mennyire nyitott arra, hogy mit csinál. Ha éppen WC-t kell pucolni, viszont abból tudja az ember a következő um, utazási lehetőségére összeszedni a pénzt, azt szerintem egy nagyon jó deal szokott lenni mindenkinek. A munkaidő, ezzel általában szoktak trükközni, nem mindig az van, amit írnak. Költség, itt lehet az embernek minden esetben, szerintem pontosabban az esetek nagy többségében mindig van egy extra költség. Ez általában úgy szokott kinézni, hogy azt mondják, hogy ingyen van a szállás, aztán adják két dollárt, és szintén nagyon kényelmetlen. A woofing, ami angolul Worldwide Opportunities on Organic Farms, tehát ökológiai gazdálkodási lehetőségek, lényegében farmokon, ez az egyik legpopulárisabb manapság, ha nem a legpopulárisabb önkénteskedési és utazási módszer. Ennél a WUF-nál, én ezt csak most mert nem tudom, hogy pontosan ezt hogy szokták mondani, van lényegében egy weboldal, ahova egy pár ezer forintért fel lehet regisztrálni, és több százezer organikus farm lehetőség közül választhatunk ki különböző országokban, ahova el tudunk menni önkénteskedni itt a mezőgazdaságtól, a pelma kultúrán át, a fenntartható... Mező, gazdálkodásig mindenféle lehetőség van. Ezt leginkább azoknak javaslom, akik ezen a területen szeretnének szakmai tapasztalatot szerezni, új készségeket elsajátítani, vagy egyszerűen csak többet meg tudni erről a területről. Itt minden esetben ingyenes a szállás, mindig adnak kaját, ami megint egy plusz arra, hogy az ember tudjon utazni a szabad idejébe. Az előnyei. Költségmegtakarítás, helyi élmények, közösség, ez a közösség általában nagyon jó szokott lenni és országos szintű. Tanulás és készséget megszerzése, illetve nagyon jó kapcsolatrendszerek, ami akár ezen a területen a karriert is elő tudja segíteni. A hátrányai a környezeti tényezők, tehát itt hóban, esőben, fagyba is dolgozni kell kommunikációs nehézségek, ezt úgy kell értelmezni, hogy ha megyünk egy adott országba, tegyük fel a példakedvéért mondjuk Spanyolországba, ott a legtöbben nem beszélnek ezeken a területeken angolul, így muszáj az embernek megtanulni egy pár alapot spanyol nyelven. Korlátozott rugalmasság, a munkaidő általában nagyon sok szokott lenni. Én magyaroknak most, hogy így van vagyok, három hónapja, pontosabban kettő, szerintem nekünk nem kihívás az, hogyha hat órát kell dolgozni. Erre értem egyébként azt, hogy a munkaidő kemény. E, munka és fizikai megterhelés, ez valóban így igaz. Mezőgazdaságról beszélünk, nem tudom, hogy van-e itt, aki esetleg dolgozik abban. Oké, okay, rendben, akkor az úr tudja. Oké, okay. digitális nomád módszerek, ez is szintén egy nagyon uh, populáris lehetőség. Ez az, amit én is szeretnék mostanában csinálni, az lényegében arról van szó, amit lehet valóban Facebookon, illetve ez hasonló szociális média platformokon találni, hirdetés formájában, hogy ülj be a fürdőkádatba otthon, és 1500 dollárt kereshet óránként. Ez így ebben a formában nem igaz. Hasonló formában viszont igen. A digitális nomádok azok, akik általában egy mobilis számítógépbe, tehát egy laptopba vagy egy tabletbe szoktak befektetni, online vállalkozást indítanak, ez bármi lehet, leginkább ez termék vagy a különböző programoknak az értékesítése, tehát valamilyen szolgáltatás, valamit eladnak, és az ebből befolyt összegből járják a világot. Szerintem ez rész mindenkinek az álma lehet. Ennek vannak előnyei és hátrányai is. Az előnyei a rugalmas munkaidő, helyfüggetlen munka, ugyebár pénzkereseti lehetőség, ebből adódóan költségmegtakarítás és saját vállalkozás indítása. A hátrányai pedig úgy gondolom, hogy ez az öt hátrány egy olyan hátrány, ami miatt nem igazán merem úgy ajánlani, legalábbis kezdőknek nem. Az izoláció és magány, ezzel külön meg kell tudni tanulni, birkózni, ez talán az egyik legnehezebb. Időzóna különbségek, ez az ügyfelek miatt. Stabilitás hiánya, Fizum és jogi kérdések, munka és pihenés, ö, pihenés egyensúlyának megtalálása az utóbbi szintén nagyon nehéz. És az utolsó, ami személyes kedvencem, személy illetve friss tapasztalatokkal rendelkezem ezen a területen elég intenzív három évvel. Ez az önkéntes lehetőségeknek így az összessége, ezt így most mindenre értem. Erről annyira nem kívánok beszélni, hogy ez pontosan mi, viszont vannak előnyei és hátrányai ennek a területnek is. Az előnyei közé tartozik az, hogy az emberek közösséget szolgál, tehát közösségi szolgálat lényegében. Ezt egy kicsit ki fogom boncolni hamarosan. Tapasztalatgyűjtés, de nem is akármilyen. Közösségi építés, önfejlesztési lehetőségek, karrier lehetőség, kapcsolatrendszerek, tanulás és készségek megszerzése. A hátrányaihoz pedig az idő és elkötelezettség tartozik. A pénzügyi korlátok a legtöbb esetben, hiányzó elismerés, és itt húznék is egy zárójelet. A hiányzó elismerés az, a, az javarészt a mi társadalmunknak, én ezt Kelet-Európában vettem a legjobban észre, itt azért nem ismerik el az önkénteskedés, mert az emberek nem tudják, hogy mi az. Illetve, hogyha tudják, hogy mi az, akkor van róla egy, egy picit ferdeképük. És ezt mindjárt elmondom, hogy miért gondolom így. És a fizikai és érzelmi megterhelés, ahogy mondtam és kezdtem az előadást, szimplán csak ültem és néztem a felvételeket, és bár nem tartom magam egy nagyon érzelmes embernek, de mégis kijött. Köszi Gréta. Na tegyük tisztába akkor, hogy mit jelent maga az önkénteskedés. Az önkénteskedés lényegében az, hogy az ember a saját tapasztalatát, idejét és energiáját adja valamilyen nemes, vagy éppen nem nemes cél érdekében. Ez jár rengeteg kötelezettséggel, és ahhoz, hogy azt megértsük, hogy az önkénteskedés nem csak arról szól, hogy az ember elmegy valahova és száz százalékban odaadja önmagát, hanem szól arról is, hogy az ember ki tud ebből a dolgokból nagyon-nagyon-nagyon sok mindent tenni, ö, venni. Talán az önkénteskedésnél ott csúszik el a legtöbb dolog, hogy az emberek az öt fő kulcsot nem értik, és emiatt is nem mernek elmenni, illetve hogyha értik, akkor nem jól értelmezik. Az ember, amikor vállal egy önkéntes munkát, az általában egy szervezeten keresztül történik. Ennek a szervezetnek vannak szabályrendszerei, irányelvei, céljai, és amikor az ember önkéntesen, attól függetlenül, hogy tényleg önként jelentkezett valamire, akkor nagyon fontos, hogy ezeket az irányelveket tisztába tartsa, tiszteletbe tartsa, és az, hogy ennek megfelelően cselekedjen, viselkedjen. Azonban ez nem egyenértékű azzal, hogy az ember a saját zsebére nem tud profitálni, és ezt most nem anyagilag értem. Van egy önkéntes idő és energia, amit szintén bele kell tudni ebbe fektetni, tehát van egy munkaóra, ami a szervezet elvárása, vagy a jótékonysági intézet, vagy bármilyen elszasonló non-profit dolog lehet, tehát az ő elvárásuk alapján történik az önkéntes idő. Az ember nem menjen el, én ezt szoktam mondani a barátaimmal, nem menjen el önkénteskedni abban az esetben, ha ezt nem tudja tartani, inkább ígérjen kevesebbet, mint többet. Általában az embereknek ez az elképzelése magáról az önkénteskedésről. Ezek internetes képek, ne kövezzen meg érte senki. Hogy az ember általában annyit csinál, hogy mondjuk szemetet szed, vagy éppen dobozokat csomagol, vagy ide-oda adogat valami kaját. Ez így ebben a formában igaz, de az önkénteskedés mellett nagyon sok minden más van. Egy, -egy nagyjából így néz ki a valóság, ezek az én tapasztalataim, és tiszteletbe tartom, ha valaki ezt máshogy látja. De mint láthatni a bal, ezek az én képeim mind a nyolc. A bal oldalon éppen a párommal, aki szintén ott ő hátul csak nem szeret előadni. <laughs> éppen Zambiában vagyunk, és fiatal anyukáknak segítünk. Éppen ő Guavából készítünk legvárt saját <laughs> üzletet alapítottunk velük közösen. A bal oldalon pici gyerekek láthatók. Kelet-Angliába vagyunk a harmadik képen felülről, ott éppen ilyen krita szírteket másztam meg, vagy valami hasonló. Szintén angliában maradunk, még a jobb felső sarokban lévő képnél, ott Angliának a legészak-keleti pontján vagyunk, egy olyan ponton lényegében, ahol olyan mágneses tér van, ez ettől érdekes ez a hely, ahol, a, ahol nem igazán működik az embernek semmiféle komolyabb technológiai eszköze és az összes többi kép pedig a magáért beszél. Tehát lényegében az önkénteskedésben lehet safari, lehet benne utazás, naplemente nézés, ami az én személyes kedvencem, hogy éppen lehet ilyen hegyekre, dombókra felugrálni, vagy kibiciklizni, ahogy éppen csináltam a bal alsó lévőnél. És ezt, ami a legfontosabb, ezt lehet kombinálni azzal, hogy az ember segít máshol. Ez a következő pont, hogyan kombinálja az ember magát az utazást azzal, hogy segítséget tud nyújtani. Itt hoznék egy kis bevezetőt. A, én úgy gondolom, hogy mi európaiak, most nagyon friss a tapasztalatom, és lehet élénkeni jelen bennem az ambiai gondolataim, de elég kiváltságos helyzetbe vagyunk. Ezt arra értem, ha valakit felteszi lényegében magának a kérdés, hogy van-e lehetősége utazni, akkor a legtöbb ember arra gondol, hogy nincs, a legtöbb másik fele pedig arra, hogy igen. Én pedig azt mondom, hogy mindenkinek van lehetősége utazni. pedig azért, mert nem ütközik jogi akadályokba, tehát az, Eur az Európai Unión belül csak jön-megy, átlépi a határt és nem történik semmi. Van pénze, és aki azt mondja, hogy nincs pénze, azzal nem értek egyet, már pedig azért, mert el lehet menni dolgozni, össze lehet szedni és lehet menni utazni, tehát ez tényleg ennyi. Viszont nagyon sok helyen máshol a világba nincsen erre lehetőség az embereknek. Nyilván ott nem az utazás van prioritáson, viszont ha egy picit visszakapcsolom a gondolatot magunkhoz, akiknek lehetősége van utazni, ez egy kiváltás, az ut a kiváltság. az utazás maga kiváltság, és akinek erre lehetősége van, az én úgy gondolom, hogy útközben valahol kötelessége visszaadni a világnak. Tehát ne arról szóljon csak, hogy az ember kivesz belőle, hanem szóljon arról is, hogy valamennyit visszateszünk, mert van lehetőségünk. És hogy mit kap az ember ezért cserébe? Ahogy mondtam, folyamatosan adsz valamit, és ezért mindig kapsz is. Én szeretek nem visszavárni semmit, de mindig visszajön valahol az uton. Vagy egy nagyon jó gondolattal, vagy egy nagyon jó élménnyel, de valahol mindig visszajön. Soha nem történt az, hogy beleadtam a világba bármit, akárkinek segítettem, és ne jött volna vissza amit teszünk az önmagába önkéntesként, az önmagában nem hogy csak példaértékű, hanem jelentőségteljes is. Ez úgy gondolom már önmagába elég nagy önbizalmat kell, hogy adjon mindenkinek, aki, aki, utazik és beletesz a, a világba, mert nagyon kevés ember meri meglépni azt az utat, hogy a saját idejéből, energiájából másoknak adjon. Hozzájárulunk a globális közösséghez. Ide fűznék egy csúnya gondolatot. Annak idején megkérdezték tőlem, hogy miért nem, miért Afrikába megyek segíteni, hogyha itthon is lenne mit csinálni. Erre pedig van egy nagyon jó válasz, amit keresztanyámtól tanultam, azoknak, akik így nagyon szeretik az afrikai embereket lenézni, most így nagyon enyhén fogalmaztam. Erre pedig a válasz az az, hogy azért megyünk oda segíteni, hogy ők ne jöjjenek ide. Úgyhogy az ember, amikor hozzájárul a globális közösséghez, azt lehet így is értelmezni, meg lehet máshogy is. Megismeri az ember önmagát egy teljesen új perspektívából, nem tudom, tegye fel a kezét ki az, aki önzetlenül szokott segíteni. Akár pénzbe, akár lenyírja a szomszéd fűét, bármi. Oké, okay, vagyunk egy jó pár, ez jó hangzik. Amikor az ember segít, mindig elönti egy ilyen melegség érzet belül. Most mindegy az, hogy mekkora százalékban, de elönti. Ezt, amikor az ember folyamatosan csinálja, és ezt globálisan, és menet közben kap rengeteget a világtól, és gyönyörű helyeket fedez fel, akkor ez a melegség érzet egyszerűen forró. Ezt érdemes kipróbálni. És ami a legfontosabb, ugyanis számomra ez az, ami mindig is inspirálta az utazást, és valahol meg is kérdőjelezte, hogy van-e értelme annak, amit általában az én barátaim szoktak kérdezni, hogy országokról országokra járok, és lövök egy pár természetfotót. Hát a válasz az rá, hogy nem. Ennek semmi értelme nincsen, illetve hosszú távon nem is nagyon fenntartható. Viszont magának az utazásnak mi adjuk az értelmet. És amikor én elkezdtem önkénteskedni, akkor azt éreztem, hogy ennek valahol ez az értelme, hogy az ember ad és mellette kiszerek magából a világból. Tehát az önkénteskedés, amikor kombinálva van megfelelően az utazással, az ad neki egy nagyon nagy értelmet, ami motivációt szül, és az ember sose fog tudni leállni. A mai vesznek volt egy nagyon jó idézete, és ezt beraktam ide, majd nem elfelejtettem elolvasni, Ő egy angol írónő volt, illetve ö, egy amerikai írónő, színész, és még nem is tudom, hogy mi mással foglalkozott. Nagyon tetszik ez az idézet, és picit magaménak tudom. Így hangzik, csak egyszer élünk, de ha jól csináljuk, akkor egyszer elég. Miért jó az utazás rövid és hosszú távon? Rövid távú előnyei közé tartozik az, hogy az ember kikapcsol. Én gondolom ez mindenkire ráfér. Új élményeket szerez, csökkenti a stresszt, és nem is akárhogy. Időszakos megszakítás, ez pontosan azt jelenti, amikor az ember csinál egy adott munkát, és már nagyon benne van, akkor olyan szürke mókus kerékbe, vagy szürke hétköznapokba bekerül. Amikor az ember elmegy egy másik helyre, ez lehet akár csak egy másik város is, de minél messzebb megy az ember, annál jobban csökkenti majd ezt a, ez, ez a stresszt, kiszakad egy picit a komfortzónájából, úgy közegbe lesz, felfrissül, és utána 100%-a tudja folytatni a munkáját. Illetve, hogy kilépünk a komfortzónánkból. Nem tudom, hogy hogy van pontosan ez az idézet, de megpróbálom elmondani, hogy nem próbálom meg, mert nem emlékszem rá. A komfortzóna lényegében halálos, és ezt úgy gondolom, hogy mindenki tudja, mert maga a komfortzóna az megöli az embernek a kreativitását, úgyhogy érdemes ebből kiszakadni és csak hogy jobban szponzoráljam az utazást, az egyik legjobb módja ennek. A hosszú távú előnyeihez pedig sokkal több minden tartozik. Kulturális gazdagodás, személyes fejlődés, tágabb perspektíva, emlékek és tapasztalatok, életcél megfogalmazása, karrierelőny, tolerancia és megértés. Az életcél megfogalmazásához majd szeretnék visszatérni egy pár diával arrébb. Jön általában mindenkinél a kérdés, hogy tehát hol lehet és hogyan lehet ezt elkezdeni, hogy érdemes-e ehhez sok pénzt szerezni, vagy nem. A sok pénzes kérdésre az elején már válaszoltam, viszont mivel nagyon frissek a tapasztalataim, illetve három évet töltöttem el ennél a CICD nemzetközi főiskolánál, ezért ez egy ez számomra nemhogy közel került hozzám, valahol meg is mentette az életemet, mert egy olyan közebbből, kerületből, egy olyan élethelyzetből kerültem oda ahhoz az iskolához, ami valószínűleg egy másik irányba vitt volna el. Úgyhogy ebből adódóan ezt szeretném ajánlani mindenkinek, illetve mivel én reprezentálom magát az iskolát, így nem maradhat ki, máskülönben a főnököm nagyon ideges lesz. Az iskola a College for International Cooperation and Development, ami magyarul annyit jelent, hogy Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Főiskola. Ez egy bentlakásosúli Angliában, Észak-Kelet-Angliában pontosan, és a legtöbben csak úgy szoktuk hívni, hogy utazók és tenni akaró emberek iskolája. Ebben nagyon jól van kombinálva a program felépítésekben, illetve az ott töltött időszakban nagyon jól van kombinálva az utazás a segítségnyújtással, talán ezért is ajánlom még extrába. Ez egy olyan iskola, ahol közösen élünk, bent lakunk, ott töltjük a mindennapjainkat, tehát itt a főzéstől a reggeli ébredésen át, az esti lefekvésig, az utolsó beszélgetésig mindent együtt csinálunk. Ez a közeg, ezt a közeget úgy kell elképzelni, hogy 20 kötője, 120 ember lakja, köztük a tanárok is, akik szintén ott laknak és élnek, illetve az állatok, akik még, van, akik még ott vannak extrában. Mindent együtt csinálunk, együtt fejlődünk, egy irányba tartunk, és ez szerintem megadja ennek a, a varázsát. Na de hogy mit kínál ez a Súli? 4-10 és 12 hónapos nemzetközi programokat, tanulmányokkal, kutatómunkával, aktivizmussal, barátokkal, élményekkel, utazással, nyelvtanulási lehetőségekkel. És olyan értékes tapasztalatokkal, amiket az ember nem csak magába a programba és terepen tud hasznosítani, hanem majd az azt követő életben is, akármilyen pályán induljon el. Az iskola, hogy már mondtam, tele van közösségi élettel, közösen készülünk fel minden programra. A hivatalos nyelv itt az angol, és nagyon sokan megszoktak attól ijedni, hogy nem beszélik az angolt itt ide az is jöhet, aki csak annyit tud, hogy igen, és ezt tapasztalatból mondom, ugyanis én azt hiszem tíz szót beszéltem angolul, amikor kimentem, most már nem tudnak lelőni, ha úgy beszélek. Uh, illetve tele van önfejlesztési lehetőségekkel is. Ez egy multikulturális közeg, ahol mindenki másonnal jön, mindenkinek megvan a saját maga bogara. Ezektől az emberektől viszont nagyon sokat lehet tanulni, ha nem más, akkor türelmet az biztos. A későbbi ebben az embernek a program elvégeztével, a karrier lehetősége is nőnek, illetve a nemzetközi kapcsolata is. Azt hiszem, ez egy nagyon plusz pont, hogy az ember nem csak nulláról indul egy ilyen program végeztével, illetve a része Afrikában, Indiában vagy több európai országokban is lehet. Nem akartam túl hosszúra nyújtani a prezentációt, úgyhogy ezt a részét most így ennyibe hagynám. Viszont akit jobban érdekel, az utolsó dián lesz elérhetőség, és szívesen beszélek róla többet, hogy lehet róla olvasni. Fel, ami még plusz, és ez manapság azt hiszem a legnehezebb kezdő utazóknak kezdő önkénteseknek. Az az, hogy lényegében a, az ügyintézés és a vízum, meg maga az adminisztrációs logisztikai dolgok, ezek teljesen ingyenesek, és ezt az iskola csinálja. A magyaroknak pedig én külön van ösztöndi lehetőség is, tehát a programok ettől megfizethetőek, tehát azoknak is, akik nagyon keveset keresnek, vagy nem tudnak elég pénzt megtakarítani. És a program befejeztével az ember kap egy tanúsítványt, illetve egy végzettséget, tehát itt kettő végzettségről beszélünk pontosan. Egy programot szeretnék kiemelni, ez a 12 hónapos afrikai programunk, amit hivatalosan úgy hívunk, hogy szegénység elleni aktivista program. Picit fura neve van, így jön kifordításba, sajnálom. Ez négy fő szakaszból épül fel, ez összesen 12 plusz 6 hónap ösztöndíjjal. A 6 hónapos időszak az ösztöndi programunkat úgy hívjuk, hogy Gája ösztöndi program. Gájaként fogok rá hivatkozni az elkövetkezendő pár percben. Ez az az időszak, amikor az ember gyűjti a kurzus pénzét, az iskolában lakik, eszik, tehát lényegében minden alapvető felszerelést és életben maradáshoz szükséges feltételt megkap. Ez lehet most morbidnak hangzott, de így van. Az iskola biztosít különböző önkéntes tevékenységeket, mondjuk a promóciós, iskolá, promóciós irodájába, illetve karbantartó munkálatok, kertészet és így tovább, amiből az önkéntesek össze tudják szedni, gyűjteni a kurzusukra a pénzt. Ha ez sikeresen megvan, akkor kezdődik egy öt hónapos időszak, elmélet és gyakorlati tanulmányok kombinációja. Ez az az időszak, ahol az ember felkészítik az afrikai vagy az indiai projektjére, át az Ez 80%-ban elméleti, 20%-ban gyakorlati a maradék 20%-ért nem kell senkit megkövezni és megijedni. Afrikában vagy Indiában az ember be fogja pótolni keményen. Illetve, ahogy mondtam, van a 6 hat hónap, hat hónapos terepmunka része. Ez vagy Afrikában vagy Indiában, hogy ismételje, még többet történik. Afrika populárisabb. És az utolsó egy hónap, amikor az ember a tapasztalatait osztja meg, vagy más néven reflexiós időszak lényegében ezt csinálom én most Szeretnék elmesélni egy történetet, ami közel áll a szívemhez, mert velem történt. Ez egy rövid történet, és ezután befejezem. Édesanyám annak idején azt mondta nekem, amikor ilyen depressziós időszakban voltam öt évvel ezelőtt, nagyon-nagyon motivált, és mindig próbálta arra vinni, hogy utazzak, és menjek, mert pulyakoromban is már nagyon barangoltam az erdőbe, illetve pár napra is elmertem tűnni, úgyhogy nem jelentkeztem le a szülőknél. És annak idején mielőtt kivutaztam ebbe az iskolába egy hátizsákkal és egy váltószettel, tényleg mással nem mentem, akkor azt mondta nekem, hogy menj fiam élni, hogy legyen mit mesélni. És ez azért érdekes nekem ez a gondolat, mert annak idején egy tetőtéri szobában laktam 12 négyzetméteren, és a napi tevékenységeim közé tartozott az, mind a mellett, hogy játékfüggő voltam, tehát videójátékfüggő, nem pénzt vertem el. Jó pénzt kerestem belőle, csak függő voltam. Minden mellett görgettem szünetekbe a Facebookot és amikor a barátaim utazgattak itt ott, 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 feljöttek nyilván ezek a bejegyzések, ezek a posztok, és nagyon érdekes volt, hogy mindig az az érzés jött ki belőlem, hogy nem csak, hogy féltékeny voltam, amíg rendesen ideges is, hogy én meg nem tudok elmenni utazni, és hogy úgy szeretnék. Aztán ez így csavar, lecsavart ez az érzés hosszabb távon, és miért mondtam azt, hogy tetőtéri ablak? Azért, mert amikor az ember játék függ, akkor 16 óránál is képes játszani. Tehát én felborítottam, mindent megcseréltem, ami azt jelenti, hogy éjszaka játszottam, reggel mentem el aludni, és általában ilyen 6 óra körül fejeztem be a játszást, és kinéztem a tetőtéri ablakon, keleti fekvésű volt, tehát onnan jött fel a nap, és mindig megcsináltam a napfelkeltét, és mindig arról álmodoztam, hogy na hát egy jó nap, én is beutazom az egész földgolyót. Aztán mindig visszaültem a Facebook elé, és így az idő, és sose gondoltam volna azt, amikor amikor visszaültem újra a gép elé, hogy egy nap azzal kapcsolatban prezentálhatok, illetve adhatok elő egy pár embernek, hogy én merre jártam. Úgyhogy így maradt meg ez a gondolat, és most ezt én is mondom mindenkinek, aki erre az útra szeretne lépni, hogy menjen elélni, hogy legyen mit mesélni. És itt egy pár um, fotó, hogy merre jártam. Nagyon sok van, egy párat kiemeltem, amit nagyon szeretek. És bocs az elírásért ott a harmadik felsőképen. <laughs> Most viszont szeretnék egy kettő és fél perces filmet záróként megmutatni. Ez az én filmem lesz, ez egy amatőr dokumentumfilmnek készül. Az önkénteskedést, illetve az utazást sikerült úgy kombinálnom, hogy az adjon is a világnak, illetve adjon is azoknak, akik, akik csinálják. Úgyhogy jó szórakozás hozzá.

Ennyi volt. Úgyhogy köszönöm szépen. Mielőtt, mielőtt, Kádár András utazásával folytattánk, ő a Jane intézett intézet főtitkára. Egy nagyon rövid utazásra szeretném önöket invitálni. Legyenek vendégeink az erőtérben egy kis pogácsára, kávéra, üdítőre, Frissítőre, és nézzenek körül ott az erőtérben, mert három standon is találkozhatnak olyan kis érdekes és értékes afrikai tárgyakkal, amivel nem eztért szolgálhatnak, afrikai segítséget nyújthatnak Afrikának, alapítványokat támogattak minden vásárlásokkal, nézzenek körül, legyenek a vendégeink, egy 15 perc múlva várjuk Önöket vissza.